bajnokot köszöntöttek Karcagon, drágulhat a csirkehús, piaci körkép, hunapróságok. Jó estét kívánok! Önök a nagyhunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. augusztus 26-án 18 óra 5 perckor. Tóth Krisztián az 500. magyar olimpiai érem, a 10. judó olimpiai érem, az élete első tokiói olimpiájának bronzérmese, feleségével, Kuruc Pankával és kisfiúkkal látogatott haza apósáikhoz, ahol meglepetésként családtagjai, ismerősei és tisztelői köszöntötték őt. Tóth Krisztián aranyponttal győzte le orosz ellenfelét a bronzmérkőzésen. A judósok 90 kg-os súlycsoportjában így harmadik helyen végzett a tokiói olimpián. Itt azért nagyon nagy köszönet jár azoknak a szakembereknek, illetve a családnak, hogy minden külső tényezőt és idézőjelben gondot vagy nehézséget leszettek a vállamról. Ténylegesen annak tudtam szentelni majd, hogy nem minden időmet, aminek akartam, és amitől egyre jobb és jobb tudtam lenni. És hát itt az eredménye. Ez az év, ez egy elképesztő év volt számomra, óriási változásokon mentem keresztül. Borzasztó módon. Testileg is? A testem az már kész volt igazából, tehát ugye ez a két évtizednyi sport, ez azért már ezt eléggé kimaxolta. Nagyon-nagyon régóta heti tizet edzek, tehát úgy gondolom, hogy ha ennél többet edzenénk, már az kontraproduktív lenne, tehát negatív értelembe vinni a teljesítménynövelést, vagy hát ugye jelen esetben csökkenést. Úgyhogy de rengeteg köszönettel tartozok, ezt mindig próbálom is megemlíteni, igyekszem is nem név szerint, hiszen mindig félek attól, hogy egy-egy nevet kihagyok, és ezt nem szeretném. Úgyhogy itt is megragadnám az alkalmat, hogy minden segítőmnek és családtagomnak, barátomnak köszönöm szépen ezt a óriási támogatást, aminek ez az eredménye, ami itt a nyakamban látható. Elképesztően büszke és hihetetlenül boldog vagyok. De azért egy embert nevesítsünk, Pankát, a feleségét, azt hiszem, hogy nélküle azért nem lett volna ez ennyire egyszerű, hiszen a kisfia biztos, hogy 0-24-ben önnel szeretett volna lenni, és azért ez nem mindig volt megoldható. Igen, hát Panka azért természetesen az egyik javarészét vette el ennek az egésznek. Nyilván nekem a két nagyon megerőltető edzés között a pihenésre is kellett időt szakítanom, és ilyenkor nagyon-nagyon kellett a feleségem abban az értelemben, hogy a gyermekemet elvigye az udvarra, hogy kimenjenek játszótérre, vagy valamilyen programot találjon ki, csak hogy ne velem kelljen még birkózzon. Ezt most abban az értelmében mondom, hogy nagyon szeretek játszani és foglalkozni a fiammal, de van, amikor egész egyszerűen már nem bírtam, és tényleg pihennem kellett. Erre mindig egy olyan idézet jut az eszembe, csak hogy érezzék a hölgyek, vagy illetve a férfiak is, hogy mennyire fontos egy nő a férfi életében, vagy egy sikeres férfi életében, most már ezt így ki lehet jelenteni, hogy mikor a Churchill-el a felesége sétált angol utcákon, és akkor megláttak egy utcaseprőt, és a hölgy oda köszönt neki. És akkor Churchill megkérdezte tőle, hogy hát ki volt ez a seprű, akkor azt mondta a hölgy, hogy hát egy volt szerelme, egy barátja, és utána jött ő az életébe, és megkérdezte a feleségét, hogy is mennyire örül annak, hogy a jelenlegi miniszterelnök, ugye a mostani párja, és azt mondta, hogy hát álljunk egy szóra, hogyha én azzal az úriemberrel lettem volna, akkor ő lenne most a miniszterelnök, úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy csavar volt a történetben, és amúgy tényleg is igaz, tehát kell egy nagyon nyugodt és biztos háttér. Fölfogta már ezt a érmet, ami a nyakában van, tehát voltak már ilyen éjszaka, amikor végig gondolta, vagy hogy telt az első itthoni éjszaka? Mert ott azért gondolom, hogy megnézegette a repülőn is, azért hosszú volt az út, tehát azért még úgy próbálta helyre rakni a dolgokat, de fölfogta már? Nem. Így nagyon, nagyon tő válaszba azt tudom mondani, hogy nem. Emészgetem. Kapizsgálom már, hogy pontosan mi is történt most ténylegesen így a napokban, illetve hát most már így a hetekben, de azért ennek még kell adni egy kis időt. 27 évesen elértem azt a dolgot, amit el szerettem volna, vagy el akartam, hogy mindenféle versenyről szerezzek érmet a saját sportágamon belül, ami szerintem nagyon kevés embernek adatik meg. Felemelő érzés. Tehát tényleg akkor a boldogság és büszkeség, amit előbb is említettem, hogy csak ismételni tudom magam. Az meg, hogy majd ezt mikor érzem meg, vagy mikor fog bennem tudatosulni, az majd idővel érkezik, vagy jön. Mikor érezte az, hogy ez most meg lesz? Tehát amikor bejutott, akkor már érezte az ellenfelével, vagy az úgy az utolsó pillanatokban? És egy picit utána beszéljünk erről az aranypontról is. Nekem az egész versennyel kapcsolatban egy jó érzésem volt. Tényleg 100%-os munkát végeztünk olyan téren, hogy például egy dolog jut eszembe, amit nem tudtam már csinálni, de azt is időhiány miatt.
preventív jelleggel akartam még gyógytornázni, illetve lazítani, de egész egyszerűen már nem vett rá, jó Isten, már nem tudtam elmenni, tehát az már a pihenőidőmből ment volna el, így is borzasztóan nehéz volt kilogisztikázni ezt az egészet, hogy folyamatosan a kajámra, a diétámra figyelni, az edzésre, a mentál coach-sal találkozzak, pihenésre is fektessünk elég hangsúlyt, tehát hogy ez azért egy nagyon nagy logisztikát igényelt. És ez akkora erőt adott nekem az olimpia kapcsán, hogy úgy tudtam kiutazni a játékokra, hogy egész egyszerűen bármi történik, én már egy győztes vagyok. Abban az értelemben nyilván sokkal könnyebb dolgom van most, hogy itt van az érem, de ugyanezt tudtam volna mondani érem nélkül is, mert már mindent megtettünk, és amit most így egy közép-európai ember megtehet ebben a küzdősportban, azt én és azt mi megtettük, úgyhogy már az olimpia előtt éreztem, hogy minden rendben van. Nem is nyomott nagyon a terhe annak, hogy tőlem érmet várnak, és hogy én mondjuk az egyik legnagyobb esélyes arra, hogy érmet hozzak a magyar csapatnak. El tudtam engedni mindent, és talán így a karrieremben először éreztem azt, hogy önfeledten és boldogan tudom azt csinálni, amit hosszú idő óta gyakorlok és szeretek. És hát ez meg is hozta a gyümölcsét. Tehát visszatérve a kérdés fő lényegére, már tényleg az olimpia előtt éreztem azt, hogy itt minden rendben lesz, és hadd szóljam. A Kuruc Istvánékhoz meghívott vendégek, köztük dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, kormánybiztos, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Hubay Imre megyei közgyűlési elnök, Szepesi Tibor polgármester, Sári Kovács Szilvia alpolgármester és a sportoló több támogatója, segítője a pezsgős köszöntés és gratulációk után élménybeszámolót hallgathatott meg az olimpikontól, akinek bronzérmét kézbe is vehették. Azzal tudom most jellemezni az életem, hogy így egy halhatatlan ember se kérhetne ennél többet. Tehát egész egyszerűen csodával ér fel a mostani időszakom ezzel a 2021-es évvel. A sportban, amiket lehetett, azt elértem. Családom, hála az Istennek egészséges, mindenki, minden téren, mindenünk megvan, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon boldogok vagyunk. És hát akkor már Párizs a következő nagy cél. Mennyi időt hagy magának arra, hogy most akkor tényleg egy picit ússzon ebben a sikerben, és mikortól indul ez a kemény heti 10 edzés? Hát nekünk jövő májustól már kvalifikáció van, ugye a judónak ez egy nagyon nagy sajátosság, hogy 2 éves pontgyűjtős kvalifikációnk van. Ezt legkönnyebben a teniszhez vagy a Forma 1-hez tudnám hasonlítani. Ugye 72 olyan versenyünk van a 2 év alatt, ahol pontokat lehet szerezni, és ennek a direktje 18-ba juthat ki. Tehát a 18 világranglista vezető kvalifikálja magát direktben az olimpiára. Ezt még egy kicsit feljebb töltik, körülbelül 26-28-30 főre, de ebbe a 18-ba kell benne lenni, és ez azt jelenti, hogy nekünk májusban már ott kell állni a rajtkövön, hogyha lehet így fogalmazni, és teljes erőbedobással küzdeni kell. Ezt megelőzi az nyilván, hogy egy jó formát kell hozni, tehát a súlyomat be kell állítani, a testzsír százalékomat, a fejemet, illetve mindent meg kell teremteni úgy a családnak, hogy nyugodtan fel tudja készülni erre a következő nagy kvalifikációs időszakra. Egyeztettem az edzőmmel már, ő most azért egy hosszabb pihenőre elengedett, de hogy itt is említették, én az első osztályú rögbiben is csapattag vagyok, ami nekem igazából egy inkább, nem is azt mondom, hogy hobbi, de egy ilyen boldog, átevős, élvezős történet. Én azt nagyon-nagyon szeretem, és ott is szeretnék segíteni a csapatnak, illetve természetesen cselgásban hisz az U23-as Európa-bajnokságot idén Budapesten vagy Győrben fogják megtartani, ezt még nem tudjuk pontosan, és elég sok csapattársam van, aki erre az Európa-bajnokságra készül, és ebben az értelemben szeretném nekik viszonozni azt a fajta segítséget és külső motivációt, illetve tüzet, amit kaptam az olimpia előtt, úgyhogy mindenféleképpen tépni fogom őket annak érdekében, hogy a lehető legfényesebb érmet, hogy itthon tudják tartani. Hogyan látja a baromfi hús árának jelenlegi állását, és várható-e emelkedés, kérdeztük Domján Sándor főmérnöktől. Hogyan látja a baromfi hús árának a jelenlegi állását, és várható-e emelkedés? Ami számunkra nagyon biztató, és ez a legfontosabb, hogy Magyarországon a magyar vevők nagyon jó minőségű, nyomon követhető baromfi húshoz tudnak hozzájutni. Ennek természetesen ára van, nagyon sokrétű ez a kérdés, a technológia, a genetika, a takarmányárak, az energia, a szállítás költség, nagyon sok minden befolyásolja, és véleményem szerint a magas szintű magyar mezőgazdaságnak köszönhető az, hogy ugye ebben az évben a statisztikai hivatal szerint egy átlagos 3%-os drágulás volt csupán a baromfi hús piacán, holott az input anyagok ennél lényegesebben magasabb százalékban drágultak.
Én ezt a magas szakai színvonalnak tudom be, hiszen ha nézzük az ablaktakarmányok árát, drasztikus áremelkedést tapasztalhatunk, ha nézzük az energia árát, drasztikus áremelkedés. Mi most itt kint vagyunk a napon, a csirkék sokkal jobb hőmérsékletű légkondicionált istállóban vannak, hiszen úgy tudjuk azt elérni, úgy tudják a termelők azt elérni, hogy ma már olyan takarmányfajlókat tudunk fölmutatni, amely 10 évvel ezelőtt még hihetetlen volt, a science fiction kategóriába tartozott. Ez ugye azt jelenti, hogy mennyi takarmányból tudunk egy kiló élő húst előállítani. Egy nagyon örvendetes dolog, és ez főleg exportpiacokon erősítheti a magyar baromfi helyzetét, és egy kicsit ezért normalizálhatja az itthoni árat, hogy hazánk visszakapta a baromfi influenza mentességet. Ez egy nagyon lényeges minősítő elem, hiszen az exportpiacok így nyílnak ki a magyar termékek előtt, és nem tudom, köztudott, nem köztudott a nézők előtt, de mi magyarok a csirkének azt a részét szeretjük inkább fogyasztani, amit Nyugat-Európa nem. Tehát a csont melletti húsok, a combja-combjatöve, a háta, a szárnyatöve, a legízletesebb húsok számunkra, a legkevésbé ízletes a csirkemell, amit viszont Nyugat-Európa szeret. Egy fejlett élelmiszeripar ezt megfelelően szét tudja választani, és így tudja ellátni a piacot. Ez nem azt jelenti, hogy nem eszünk csirke mellett, hogy ne ennénk, hiszen szerintem minden étterem étlapján, minden gazdaasszony heti menüjébe szerepel a csirkehús, és helyén való is, hiszen egy nagyon egészséges húsról beszélünk. El tudtuk azt ma már érni, hogy a modern hibridekkel igen jó körülmények között nagyon finom és biztonságos húst állítsunk elő, és csak ennyi áremelkedést kellett ebben az évben realizálni. Ez sajnos nem jelenti azt, hogy a jövőben nem fog emelkedni, de ez már nem a magyar termelőkön fog múlni, hiszen mint ahogy a gabonár piacát sem mi mozgatjuk, a húspiacokat sem mi mozgatjuk, és hát igen, azokban az országokban, ahol az ár gyakorlatilag a világon eldől, itt gondolok az Egyesült Államokra, vagy az amerikai kontinensre, illetve a Távol-Keletre, ott nem mindig abban érdekeltek, hogy ez a biztonságos magyar csirkehús legyen versenyképes, hiszen mi megfelelünk minden új uniós előírásnak. Nekik, ha jól átgondolom, semminek nem kell megfelelni ezek közül, tehát ez már egy jelentős költségcsökkentő tényező. De én nem is kérek abból a húsból, én inkább, ha még drágulna is, a magyar csirkehúst akarom fogyasztani. A jelenlegi tartás technológia szerint hosszú távon alkalmas-e? Alkalmas lenne, de nem mindenben felel meg a legújabb előírásoknak. Már céloztam rá, hogy az unión belül egyre szigorúbb előírásoknak kell megfelelni. Ezek részben gazdasági szempontúak, részben állatjóléti szempontúak. Növelni kell a egy állatra jutó négyzetmétert, növelni kell a levegőminőséget, javítani kell a levegőminőséget. A takarmányban mi magunk nagyon helyesen a GMO-mentességre törekszünk. Éppen ezért mögöttem például egy ciroktábra látható, ami kukorica kiváltására is alkalmas, esetlegesen, hát ez is évtől függően, árviszonyoktól függően, de olcsóbban, gazdaságosabban, és sorolhatnánk még nagyon sok más takarmányalkotó elemet is, amelyet sikerül beemelni a baromfiak takarmányozásába, mindezt azért, hogy a nem romló takarmány felhasználás mellett olcsóbban tudjuk előállítani, és minél ízletesebben a csirkének a húsát. Hát most éppen ugye kérdezte a technológiát, most éppen afele haladunk, egy újabb előírásnak kell megfelelni, nőni fog a négyzetméter, az egy csirkére jutó négyzetméter, bizonyos tartási módokat most már betiltanak, a régi többszintes kettőszintes tartási, és a többi, és a többi. Na most ugye ez mind beruházás igényes, a beruházás pedig pénzigényes, költséget növel, mely költséget természetesen a termelő nem azonnal hárít át a vevőire a terméken keresztül, de több év alatt neki is meg kell, hogy térüljön, hiszen hogyha ő úgymond nem marad életben, nem tudja folytatni a gazdasági tevékenységét, akkor mi pedig el fogjuk feszíteni a nagyon jó minőségű, nagyon jó ízű magyar baromfi húst.
Ezen a héten is kilátogattunk a karcagi vásárcsarnokba, és összeállítottunk egy körképet a standokon kapható termékekről. Mi a tapasztalat, miből keresik a legtöbbet, és egyszerre milyen mennyiséget vesznek? Sárga barack, őszi barack. Milyen mennyiséget vesznek egyszerre? 1 kiló, 1,5 kiló, 2 kilóig elmegyünk. Mi lehet ennek az oka? Kevés a pénz. A zöldségek tekintetében mi a helyzet az árakban? A zöldségeknek? Hát elég magas ára van. A zöldségnek is, zeller, karalábé is, sok alják. 1,495. És mennyibe kerülnek? Számszerűsítsük. 350, 150. A zeller 250, a karalábé 150. A tavalyi évhez képest, ez százalékban kifejezve körülbelül mennyi emelkedés mutat? A gyümölcsnek nagyon felment az ára, a gyümölcsnek. Szóval tavaly olcsóbban tudtuk beszerezni, most nagyon drága. Százalékban kifejezve körülbelül? Százalékban? 30%-kal ment fel a gyümölcs ára. Zöldség? A zöldség? Hát annak is szépen felment, 25% minimum. Vásárlók tekintetében mi a tapasztalat? Kevesebbet vesznek, többet vesznek? Kevesebbet, és most már csak a jó minőségűbbeket. Az áremelkedés mennyire befolyásolhatja a vásárlói szokást? Azért vásárolnak kevesebbet az emberek, mert és most már megnézik jobban, hogy miért vesznek meg, mert csak úgy tudnak kijönni gazdaságosan jobban, hogyha jó minőségűt visznek, és az is egy kicsit lehet esetleg drágábban, és kevesebbet. Zöldségfronton? Nagyon drága a zöldség. Az mit jelent százalékos arányban kifejezve a tavalyi évhez képest? 500 forint a drágább kilója. Itt mi a tapasztalat, egyszerre többet vesznek, vagy inkább kevesebbet egy nagy főzéshez? Hát egy nagy főzéshez az többet vesznek, de inkább kevesebbet vesznek, és jönnek csütörtökön is, és szombaton is a piacra. Mit vásárolt a piacon? Burgonyát, tököt, dinnyét. Ez most nagyon. Árakkal mennyire elégedett? Hát lehetne kicsit olcsóbb, de most mit csináljunk? Ez a nagy meleg, szárasság, ez borzalmas. Mi a tapasztalat az elmúlt évhez képest? Mi az, ami esetleg többe kerül, vagy kevesebbe? Hát szinte minden, kicsit többe kerül minden. Már az eper ugye leérett, az is drágább volt, most itt van a cseresznye, megy, szezon, borsó, minden, kicsit drágább minden. De hát akkor is csak megvesszük. Mi a tapasztalat most, amikor egyszer-egyszer eljön vásárolni a piacra árak tekintetében? Árak tekintetében sajnos nagyon felemelkedtek az árak. Nagyon drága minden. Uborkát is már ilyenkor én szoktam berakni, ezt a kovászos uborkát. Hát még mindig 300 forint kilója, de azért csak megvesszük, mert szeressük. Ilyenkor esetleg nagyobb mennyiséget vásárol, vagy éppen a pár napra elengedőt? Inkább amit elfogy, mit tudom én, egy pár nap alatt, mert azért az őszi barack sokáig nem bírja. Egy. A másik meg amennyire telik a kis nyugdíjból, úgyhogy mindig egy kicsit ebből és abból is, és akkor másik hónapban megint, de megveszek egy pár dolgokat, olyat, amit szeretek. A KUN apróságok néphagyományőrző táborról Szabóné Szentesi Máriával beszélgettünk. Ott jártunk, a gyerekek a Szent Anai Református Középiskolával ismerkedtek, ahol megnézték az aratást is. Az óvoda minden évben megrendezi a tábort. Minden évben megrendezzük, így igaz, és nagy szerencsére mindig is vannak érdeklődő gyermekeink. Ebben az évben sokkal több a fiú érdeklődő, így aztán ki nem hagyhatjuk a Szent Anaiba a traktorok megnézését, az aratásba is belenézhetünk, és a végén mindig megnézhetjük a száraz tészta készítést, a lekvárfőzést, és meg is ízlelhetjük. Az egy hét alatt próbálnak, ahogy a tábor elnevezése is mutatja, KUN apróságokat bemutatni a gyerekeknek olyan helyszíneken, ahol élményeket, tapasztalatot szerezhetnek elődeink hagyományaiból, életviteléből, értékeiből. Tegnap egy nagyon szép kirándulásunk volt a Benetanyán, Bene Sándor KUN kapitány fogadott minket, és a Pusztai Rókák Nomád Néphagyományőrző Egyesület fiatal tagjaival egy csodálatos bemutatót tartott a gyerekeknek. Citeraszó, karcagi énekek, a honos állatok, és hát a lovasi jász bemutató, ami mindig nagyon nagy sikert arat.
Mennek még a múzeumba, ahol hagyományőrző játékokat játszanak majd a gyerekekkel, de voltak Tóth János fazekas mester műhelyében is. A héten még megyünk a múzeumba, mert az sem maradhat ki, mivel az intézményben több tábor is van, így aztán egymás között beosztottuk, hogy ki melyik napon látogathat el a múzeumba. Ott is mindenféle hagyományőrző játékokat fogunk játszani a gyerekekkel, de voltunk hétfőn Tóth János fazekas mester műhelyébe, ami szintén nagy élményt jelent a gyerekeknek. Délután ezeket az élményeket feldolgozzuk a táborba, hiszen agyagoztunk, és népi kismesterségeket be is beketek, hiszen tegnap két vendégünk is volt délután, Pincésné és Sós Gyöngyi pedig a kunhímzést mutatta meg a gyerekeknek, és Andrásiné Peszeki Ági vezetésével mézes kalácsot készítettünk, díszítettünk. Az óvónők tarisznyát készítenek a gyerekekkel, de lesz csigatészta készítés is. Nem csak a vendégeink készítenek a gyerekekkel alkotásokat, hanem mi magunk óvónők is, hiszen tarisznyát készítünk. Holnap a csigatészta készítés sodrásával ismerkedünk meg, hiszen annak idején egy-egy nagy családi ünnepség el nem maradhatott a húsleves betétjeként a csigatészta, és ma már, hogy is kell ezt sodorni, hogy készült, ezt is próbáljuk megmutatni a gyermekeknek. A szülőktől pozitív a visszajelzés, a gyerekek annyi élménnyel térnek haza egy-egy nap után, hogy a szülőknek egész este mesélnek. Péntek délután a szülőket is várják a táborzáróra, ahol a héten készült alkotásokból kiállítás lesz. Lesz közös éneklés, citeraszó és táncház. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!